vendégeink. Kérem Önöket, hogy Fekete Miklós művésztanár tárogató kíséretével énekeljük el közösen a himnuszt. Tisztelt vendégeink! Október 23-a alkalmában rendezett ünnepi megemlékezésünkön nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Gál Gabriella polgármester asszony, Lakatos Pál alpolgármester urat, Csikósné Juhász Erika jegyző asszony, Kis Barnabás B.V. őrnagyon, dr. Elek Tamás, a Tiszavasvári járási hivatal vezetői, Rótár Attila rendőr alezredes őrparancsnok, a képviselőtestület jelenlévő tagjait, az intézményvezetőket, az intézmények, a pártok, a civil szervezetek és a történelmi egyházak megjelent képviselőit, és mindazokat, akik eljöttek ma este, hogy együtt emlékezzünk az 1956-ban történt eseményekre. Ahol egy nemzet fellegekre kelt, 56 őszén indultak csodák, szabadságukért új holnapot emelt, a lyukasz zászlón a remény futott át. E rövid bevezető sorok után felkérem dr. Gál Gabriellát, Tiszaökváros polgármesterét, ünnepi beszédének megtartására. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével megtisztelte az eseményt, és azokat, akikre emlékezünk. A magyar történelmünk egyik csodájára emlékezünk, az 1956-os forradalom és szabadságharcra, mely valóban maga volt a csoda. Egy olyan esemény, amelynek üzenete számunkra az, hogy együtt, igaz hittel, mindenáron változtatnunk kell azon, ami rossz, ami gyötrelmes, ami igaztalan. 1956. október 23-án egyetlen eszme, a szabadság eszménye kovácsolta össze a magyarokat, az elégedetlen, jobbítani vágyó emberek sokasságát. Elegük lett az önkényből, a hazugságukból, a félelemkeltésből, az igazságtalanságból. Véget akartak vetni az elnyomásnak, visszaszerezni az ország függetlenségét. Nem akartak közösség, gyökerek és hit nélküli országgá válni.
Hozzánk hasonló, egyszerű emberek voltak, akik néhány nap alatt hőssé éltek. Ma rájuk emlékezünk tiszta színvel. Senki nem számított rá, még maguk a szegedi egyetemisták sem, hogy az 1956. október 16-án életre hívott Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségével, melyhez többek között a pécsi, miskolci, budapesti és soproni diákok is csatlakoztak, elindítják majd a lavinát. Akkor, 1956. októberében, Márai Sándor szavaival élve, meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Igen, a nemzet szíve ott és akkor egyként dobbant, és ez a dobbanás megrázta a világot, és üzenete a mai napig itt él közöttünk. 68 évvel a forradalom után kevesebben élnek azok közül, akik élő szemtanúi ekkornak, akiknek ezen az évtizedek nem csak a történelmi könyvekben léteznek, hanem emlékeikben, saját tapasztalásukban. Az 56-os hősök magasra tették a mércét, mert ők azok, akik mindenüket kockára tették, mindent feláldoztak a nemzet szabadságáért, függetlenségéért. Erejük az összefogásban rejlett. Egységben léptek fel a diktatúrával és az idegen, elnyomó hatalommal szemben. Ha tudni akarjuk, mi is lenne az a szabadság, amit követnünk kell, az ő nyomukban kell haladnunk. Most a mi feladatunk, hogy soha ne merüljön meleg feledésbe, mennyi áldozatot hozott nemzetünk azért, hogy ma egy szuverén Magyarországon élhetünk. Kötelességünk, hogy a hősök emlékét megőrizzük, és az ifjúságnak elmondjuk, kik, mit és miért tettek 56-ban, kik voltak azok a pesti srácok és lányok, akik önfeláldozó hősieségről tettek tanúbizonyságot, és nem csak Budapesten, hanem országszerte. 1956 szelleme mérce, mely most is kötelez. Rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozástól, származástól, vagyoni helyzetünktől függetlenül elsősorban valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet. Sohasem felejthetjük azt, hogy 1956 sodró erejű, tiszta célú és önbecsülésünket helyreállító forradalom volt. És ne feledjük Vas Albert bölcs gondolatait. A szabadság nem koldusok tarisznyájába való alamisna. Meghalni érte dicsőség, az igaz, azonban nem elég még ahhoz, hogy szabaddá tegye az életben maradottakat, ha azok nem vállalják a rájuk eső részt. Mert a szabadságot, magyarok, ki lehet vívni valahogy azzal, ha sokan meghalnak érte, de megőrizni csak akkor lehet, ha minden ember, aki életben maradt, élni is tud ám érette. Napról napra, kemény munkával és tiszta becsülettel. Mindössze hőseink halála árán, ingyen kegyelemből még nem nyert szabadságot magának a nép ezen a földön, s nem is fog soha. Ehhez nem kell más tennünk, éppen csak annyit, amennyit 56 hőse is maradéktalanul, kérdés nélkül megtettek. Hittek az álmaikban, és hajlandóak voltak cselekedni is. Kívánom mindannyiunknak az 56-os hősök emlékéhez méltó megemlékezést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kedves vendégeink! Ünnepi megemlékezésünk folytatásaként következik a Kicsit más volt az este című ünnepi műsor Buzogány Béla Színházának előadásában. Fogadjuk őket sok szeretettel! Thank you.
szívvel emlékezünk ma azokra a bátor férfiakra és nőkre, akik életüket adták az igazságért és a szabadságért 1956-ban. Kérünk téged, Istenünk, fogadd be őket kegyelmedbe, ahol békére és örök nyugalomra lehetnek, és add meg nekünk, hogy soha ne feledjük bátorságukat és áldozatukat. Segítsd a nemzetet, hogy hűek maradjunk hozzánk, hogy tovább vigyük a szabadság fényét, amelyért ők harcoltak. Adj nekünk békét és egységet, hogy soha többé ne forduljon elő olyan szenvedés és áldozat, mint amit ezek a hősök hoztak értünk. Őrködj mindannyiunk felett, és áld meg hazánkat, hogy mindig a szeretet, az igazság és a szabadság útján járjunk. Mindenható Istenünk, hozzád fordulunk ezen a napon. Segíts minket, hogy mi is merjünk kiállni az igazság mellett, hogy ne maradjunk csendben, amikor mások szenvednek, és ne adjunk fel a reményt, amikor a világ nehézségekkel teli. Taníts minket felismerni, hogy a szabadság, amelyért ők életüket adták, nem magától érthetődő. Kérünk, ébresz bennünk hálát és felelősséget, hogy minden napjainkban méltóképpen őrizzük és ápoljuk ezt az örökséget. Adj nekünk erőt és bátorságot, hogy szembenézzünk a mai kor kihívásaival. Legyen az társadalmi igazságtalanság, megosztottság vagy félelem. Taníts minket arra, hogy miképpen ők bátran cselekedtek, úgy mi is tudjunk kiállni a jóért. És legyen erőt mindig a békét, az igazságot és a szeretetet választani. Kérünk, vezess minket az ő példájuk nyomán, hogy ne felejtsük el a legnagyobb küzdelmünket, csak együtt, egymásért kell nyerni. Bye.
Thank you.
Anna! Gyere el az ablaktól, veszélyes lehet! Anya, meddig kell még ezt elviselnünk? Apa sosem fog hazajönni. Ugye? Apád vissza fog jönni, Anna. Harcol értünk és nem adja fel. De anya, mi van, ha apa már... Nem bírom elviselni a gondolatot, hogy esetleg... Anna, figyelj rám, erre ne is gondolj. Ha egyszer megígérte, akkor visszajön. És mi itt megvárjuk őt, úgy, ahogyan kérte. Nagyon félek. Nyugodj meg, itt vagyok neked. Együtt túléljük ezt a borzalmat. Az orosz tankok ellen nincs semmi esélyünk. Hinni kell, kislányom, és imádkozni. Isten velünk van. Anna, menj kérlek, pakolj be a bőrödbe. Ha apád hazajön, menni kell. Megyek. Istenem, mi lesz velünk? Az ősz tekintetéből kihalt az öröm, kívülre kettünk mindegyik köröm. Lettünk eldobott kő, vagy levetett kabát, markoljuk a rácsot, hogyha valaki bánt. Félelmet elnek a lélek terei, éjszakáinkat a csönd. A sivárságnak nem vezött fel út. Árnyék maradunk, voltunk bármilyen ügyes, egy másik kéz nélkül mindegyik kéz üres. Annácska, el kell mennetek. Engem most
Hagyjatok! Ne beszélj! Megmentünk, Benben! Maradj velem, Ádám bácsi, kérlek! Semmi baj. Szabadok leszünk. El kell mennünk. Ne! Ádám bácsi, kérlek, ne hagyj itt! Kérlek, ne hagyj el engem! Anna! Vége! Muszáj mennünk, kicsim! De anya, ne hagyhatjuk itt! Senki esíts! Egyetlen rófona sem! Anna, most erősnek kell lennünk, nem tehetünk mást. Ádám azért jött vissza, hogy figyelmeztesse minket, hogy túléljünk. Hogy apának is legyen kit megtalálni. Gyere, Anna, menni kell! Nem fognak elfelejteni soha. A karácsonyi ajándékodat örökre magammal viszem. Köszönök mindent, Ádám bácsi. Milyen jó lenne, ha volnál,
ha kezet foghatnánk ebben a pokolban. Ha arcod megmutatnád, én csak annyit mondanék. Örülök, hogy találkoztunk, Uram. Köszönöm, hogy nékem jelet adtál, ahogy csillagként az égen áthaladtál. Ma éjjel mennünk kell. Tudom, parancs hangzik majd. Egy életet hoztam hazáért, hogy hazaérjek hozzád, ha vagy. És hogy ne féljek, ha ismernélek. Hol vagy? Hol vagy most, Uram? Én az anyámtól és az apámtól, apám pedig a nagyanyámtól örököltem, örököltem, mert meséltek. Csodáról, szarvasról, dimrókról, nyilakról, pajzsokról, párokról, családi elekjel. Csabáról, Istvánról, Mátyásról, rejtek glóriás csatákról, magyarok nemzeti emléke. Dalaink nélkül semmit sem érünk, táncaink nélkül alig ha élünk. Családi erekje. Nekem bevésre, ide a szívemben, magyarul mélyen a lelkemben. Himnuszt, trikolort és koronát, Mohácsot, Trianont, Segespárt, gyermekem, gyermekem, emlékezz igénknek, őrizzed hűséggel, és vigyázz a nyelvet, gyermekem, gyermekem. Szent itt tavaszok, őszok, magyarok, nemzeti emléke. Ne feledj, fiam, szabadon élni, inkább a halál, mint kutyaként félni. Családi erekje. Fiam, belésem oda a szívedbe, magyarul mélyen a lelkedbe. Himnuszt, trikolort és koronát, Mohácsot, Trianont, Segespárt, gyermekem, gyermekem.
csak száraz volt. Tövises volt. És méghozzá nem is egyenes. Láttátok már a csüggett mozdulást? A fáradt ívet, amelyben meghajolt. Hiszitek-e, hogy ez a szúrós, tövéstele volt egyszer még kivirágzik? Hiszitek-e, hogy fog még teremni piros rózsát lakodalomra, lobogórúdra, kopja hegyére, koporsó fölé? Hisztek-e még a téli rózsatőben? Hisztek-e bennem? Gondold meg ki az, aki számít, ki az, aki szeret, túrja a földet, süti a kenyeret, fűti a
szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagy világ. Ha zeng a zene szó, látom ragyogó szép orcát. Táltos faribánkon odaszállunk, hazahív fűfalom virág. Úgy sír a hegedű, csodálatos műsor. Kedves vendégeink, köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Ünnepi műsorunk itt a Művelődési Házban véget ért, de az 56-os emlékoszlopnál koszorúzással folytatódik. Kérem, tartsanak velünk. Köszönjük szépen a figyelmüket. Köszönjük.